A kutya köszörű egy kétkaros körhinta, amellyel már az első világháború előtt is múlatták az időt bujákon a fiatalok húsvét időszakában. Rúdja a lovaskocsi tartórúdjából készült, az ülőke pedig kisefából, amivel a lovakat fogták a kocsi elé. Közepén a rudat alátámasztották, készen is voltak körhinta. Egy időre feledésbe merült, aztán a Tavaszbujákon című magyar film kapcsán, ami 1958-ban készült, újra felelevenítették. A film a Budapest Film Stúdió egyik forgatócsoportja, Cigány Tamás rendező vezetésével, Bodrosi Félix operatőr és Bárdi György közreműködésével készült, és buják különböző népszokásait mutatta be. Főként vasárnaponként játszottak ezzel a fiatalok. Huncutkodtak, tréfálkoztak, közben kiszemelték párjaikat. A bujákon élő idősek elmondása alapján nevét onnan kaphatta, hogy régen járt a faluba köszörűs, akinek a köszörűjére hasonlított a játék formája. Ha pedig a lányok felültek, akkor a kutyájuk szaladt utánuk körbe-körbe. Több bujáki porta előtt is állítottak fel kutya köszörűt a Nagyböjtben. Egy-egy tojást, egy főzett babot, aszalt gyümölcsöt illett fizetni a porta gazdájának, aki nagypéntekre ezeket megfőzte és ajándékba szétosztotta a fiatalok között. Az immár hagyománnyá váló húsvét bujákon nevezetű nagy rendezvény kereteiben manapság is előkerül ez a furcsa körhinta nagyok és kicsik örömére.